Cirok Róbert neve elsősorban a kávéról és a borfestésről ismert. A 80-as, 90-es években már szép számmal voltak kiállításai és zsűrizett képei is. És akkoriban ezeket a kollázs-szerű képeket favorizáltam. Aztán jött egy váltás, illetve azt mondom, hogy jött egyfajta... Az életem máshová, máshogy alakult, és a képzőművészetet egy picit hanyagoltam akkor, és amikor visszatértem már, akkor pedig a realisztikus dolgokat kezdtem el favorizálni, és akkor jött a tetoválás is, és az abból már egyenesen adódott, hogy a tetoválás az kicsit inkább a realisztikus műfajhoz, műfaj igényének kell, hogy megfeleljen, és akkor egy kicsit ráfeküdtem arra a fajta ábrázolásra. Mindig is éred bennem a gondolat, hogy egy kicsit visszatérek a régi énemhez, amikor még fiatal voltam, és ezek a könnyed, önmagától jövő, mélyebb gondolatokkal bíró képeket szerettem volna megvalósítani. Én úgy gondoltam, hogy majd 60 éves koromban, hogyha esetleg nyugdíjas leszek, vagy kicsit már megnyugodott az életem, akkor újból előveszem ezt a fajta táblaképfestészeti dolgot. De közben szólt az élet, aztán született egy gyermekem, és amikor 5 évvel ezelőtt megszületett a gyerekem, és most már látom őt felcseperedni, és látom ezt a fajta spontán, intuitív képzőművészeti megnyilvánulást benne is, nem bonyolítom túl a szavakat, hanem látom, hogy rajzol és hogy alkot. Kisfia motiválta, hogy újra megtalálja a festészetben önmagát. Akkor éreztem, hogy ezt újból elő lehetne venni, és ez ugye ott szunnyadt bennem végig, és el is kezdtem kísérleteket folytatni ezzel. A legnagyobb lökés az az volt, ugye 3 éve tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, és itt pályázati lehetőségeket kapunk a professzionális képzőművészek, és mindig vágyam volt, hogy egyszer majd Szegeden a Öppalotában szeretnék kiállítani, tehát ez egy ilyen elérhetetlen dolog volt. És jött a 20. jubilómi táblaképfestészeti biennálé, ez a kortárs képzőművészeti megmérettetés a hazai egyik legrangosabb formája, és be is adta oda 3 pályamunkát, és annyira szerencsés voltam, és azokat már ebben a stílusban készítettem el, és annyira szerencsés lehettem, hogy a hazai kortárs képzőművészet elitjébe tartozó képzőművészekkel együtt az én művemet is beválogatták. Igazi ényét ugyan nem a kávé és a bor festészetben találta meg, de ezekkel is szeret alkotni. Abban számomra kevés a mondani való. Ezekben a képekben bele tudom rejteni önmagam és a világról alkotott véleményemet és képemet sokkal inkább, mint egy jól lemásolt képről. Hát a mondani való mindig ott van, tehát a rejtett mondani való ezekben a képekben legalábbis azt tudom, meg a régi képeimben. Az mindig ott van. Tehát ezek mindig egy darabkák belőlem. Beszélni nem nagyon szeretek ezekről, mert azt szeretném elérni, hogy valaki megáll a képet, és gondolatokat indítson, kapukat nyisson meg, és gondolatokat ébresszen. Aztán, ha találkozik az a gondolat té mögöttes, amit ő lát a képben, meg amit én ki szerettem volna fejezni, akkor jó a dolog. A tárlat maga a kedvenc. Ez a technika most a kedvencem. Igen. Amúgy a kedvencem a kisfiamról festett kép, nyilván az a szívemhez leginkább közel álló. Mindegyik kedvenc, tehát mindegyikben megtalálom. Úgy gondoltam, hogy ez a kiállítás anyag, ez olyan lesz, akkor lesz jó, hogyha ezek a képek olyanok lesznek, amiket én szívesen látnék magam körül, és a szobámban és a lakásomban is szívesen nézném. És ezek kint lógtak, 4-5 kép, ugye nem fér minden el, de 4-5 kép kint lógott otthon, és most levettem a falakról, és most érzem a hiányát ennek. És ezt eddig még nem, csak a régi képeimmel éreztem, hogy hiányoznak a képeim. Szerintem ez fontos. A festőművészet egyfajta kifejezői eszköz. A kifejezés vágy ugye egy alkotó embernek, mint amilyen én vagyok, az egy vele született, ez olyan, mint egy testrész, vagy olyan, mint egy, tehát ez elválaszthatatlan tőlem. Ha nyilván nem festenék, akkor mint ahogy zenélek is, zenélnék, vagy próbálkozom zenélnék, vagy verset írnék, vagy egyéb más dolgok, de az, ami bennem fortyog, az vannak, annak valahol ki kell jönnie, vagy elő kell törnie. Megszámlálhatatlan képet vitt már kiállításokra. Nem számolom, de egy-egy ilyen kiállítás anyag 10-20 képből áll, kapásból csak a kávésból tudnék 4 kiállítás anyagot felsorolni, ami az legalább 80 kép, plusz amit eladtam, plusz nem tudom, de nem darabra megy a dolog. Élvezék.
legalább annyira, mint amennyire én. Azért, hogy elgondolkodjanak, kizökkenjen egy kicsit a hétköznapokból, vagy azért, hogy a kultúra egy kicsit jobban része legyen a mai elidegenedett világnak jobban része legyen. Ez a fajta dolog is. Próbáljunk meg gondolatokat ébreszteni, próbáljunk meg gondolkodni, próbáljunk meg másként látni, próbáljuk meg azt elfogadni, hogy valaki valahogy lát valamit, próbáljuk meg értelmezni. Hát egy csomó dolog, ami kiveszőben van a világból. Éppen ezért a kiállításoknak is, meg a ezeknek is én úgy látom legalábbis, hogy egyre kevesebb az érdeklődő fizikálisan. Festményeivel motiválni szeretné az embereket, és fontosnak tartja, hogy a kultúra ne szűnjön meg a társadalomban.